80 000 néző várja a nagy csata, a magyar-osztrák találkozó kezdetét. A két régi ellenfél most világbajnoki selejtező keretében méri össze tudását. A vendégek kezdték a játékot. Fiala játszott hátra a kapitány Kollerhez, majd ismét a bal összekötő csatázik a sötétmezes magyar védőkkel. Sipos megszerzi a labdát, majd néhány méter után az újonc Fischerhez további. Bal összekötőnk felhozza a labdát, Benéhez passzol, és megindul az összekötő az osztrák oldalra. Meredek kiugratás Farkas felé, lövés, gól, 1-0-ra vezet Magyarország. Szangad, mintha azon töprengene, hát ilyen az élet. Heves rohamokkal próbálkoznak egyenlíteni. Segítette őket a Budapestre látogatott nagyszámú osztrák szurkolóhad is. Ezt a Fiala lövést Gelei könnyen hárította. Majd Fischer Bela. Albert hátrafejeli a labdát, fenyvesülő, gól, 2-0 Magyarország javára. A magyar szurkolósereg örömmámorban úszik, egyre ritkul az akadály. Az angliai 16-os döntő felé. A második félidő elején az osztrákok beleerősítettek. Ebben az időben Geleinek is alkalma nyílott arra, hogy bemutassa jó formáját. A magyar együttes végeredményben határtalan lelkesedéssel helyenként egészen kiváló játékkal rukkolt elő. Albert Csetlik botlik a 16-os vonalánál, majd a lengyel játékvezető 11-est ítél. Nésző lő, gól 3-0, és ez lett a találkozó végeredménye is.